a Szarvasi Önkormányzat és a Szarvasi Történelmi Emlékút közalapítvány nevében szeretettel köszöntjük a megjelenteket június 4-én, itt a Történelmi Magyarország középpontján, a Nemzeti Összetartozás napján. Megemlékezésünkkor elsőként hallgassuk meg nemzeti imánkat, a himnuszt és a erdélyi székely himnuszt. Kérem Babák Mihályt, Szarvasváros polgármesterét, hogy köszöntse önöket. Szép napot kívánok, tisztelt emlékezők! Összegyűltünk ma, hogy emlékezzünk, mert emlékezni azt kell. 103 éve fantasztikus dolog történt, egy borzasztó dolog. Magyarország kétharmadát leválasztották, ledarabolták, és lakossága, a magyarok határon kívül rekedtek. Apám Eszter azt mondta, hogy felejteni nem szabad, mert amit felejtesz, az elmúlik benned is. Épp ezért soha, soha nem felejthetjük el azt a nemzeti tragédiát, amelyet a magyarság, mi magyarok megéltünk 103 évvel ezelőtt. Nagyám azt is mondta, hogy fiam, a bosszú és a gyűlölet az olyan méreg, amely téged öl. Másnak szánod, de téged öl. Mi nem gyűlölködhetünk, nem ezt tesszük, csak emlékszünk és emlékezünk. Milyen tisztelt hölgyeim és olyan kedves emlékező szarvasiak, érdekes világ van ma. Már csak azért is, mert háború van. Ne feledjék, ezelőtt, 103 év ezelőtt, és háború végre tettek pontot. A Teremtőt kérem, hogy ennek a háborúnak ne egy harmadik Trianon legyen a vége. De a veszélye fennáll, úgyhogy kárpát-merenciek, magyarok,
mik, aki itt élünk, és közép-európaiak, figyeljetek oda, és gondolkodjatok ésszel, bölcsességgel. Mert a veszély fennáll. Fennáll a háború kiterjesztésére, fennáll a nemzetek elvesztésére. Ugyanis Európában úgy gondolkodnak sokan, különösen a lipsik, a baloldaliak, a liberálisok, és sokan még mások, hogy minek a nemzet? Egy katyvaszt akarnak létrehozni. Nekünk pedig fontos, mert nekünk ez maradt. Apám szavaira visszaemlékezve, ha elfelejtenénk azokat a fontos kautélákat, hogy nemzet, haza, szülőföld, kereszténység, mivé lennénk? Már magyarok sem lennénk. Valószínű, erre megy ki a játék, hogy a globális tőke jobban tudja érvényesíteni érdekeit, háborút robbantottak ki, ez a háború ki ne terjedjék, és ne legyen vele harmadik világháború. Mert az óriási vesztességgel fog járni, mint ahogy már most is jár. Ukrajna és az oroszok százai, ezrei halnak meg a háborúban. Miért? Miért? Mi értelme? És ha háború van, akkor mindig van békekötés. És a békekötésből mi nem tanultunk sose jót, és nem tapasztaltunk meg, se az első, se a második világháború után. Nekünk nem kell a háború. Nekünk nem kell a békekötés. Mi békét szeretünk. Épp ezért nem szabad elfelejteni a lelkünkben mindig a békességet és a megbocsájtást. Igen, ezzel is volt vitám nagymamámmal, mert mondta kisfiam, keresztény tulajdonság az, hogy megbocsájtasz. De vannak olyan bűnök, amit nem lehet soha megbocsájtani. Nem lehet megbocsájtani a gyilkosságot, a háborút, Magyarország ledarabolását, a nemzetvesztést, nem lehet sose elfelejteni. Mert ha elfelejtjük, akkor elvész. Magyarország nem vészhet el. Mi magyarok nem veszhetünk el. De csodálatos nemzet, csodálatos nép. Több mint 1000 éve itt él a Kárpát-merencében. És fontos számunkra a jövő, a gyermekeinké is. Ez ad értelmet a mai életünknek, hogy a jövőt is építjük. Igen, fennáll a veszélye, és óvakodnunk kell. Óvakodnunk kell, és minden eszközt meg kell ragadni, hogy megfékezzük ezeket a hatalmakat, ezeket a lipsiket, a liberálisokat, a baloldaliakat, hogy ne akarjanak katyvaszt, és ne akarjanak nemzetállamok nélküli Európát. Ők már ezt megjárták, ők már nagy veszélyben vannak. Hát gondolj csak végig. Lassan Európa közepén nincs kereszténység. Pontják a templomokat. A franciák, az angolok már feketék, meg indiaiak. Németország, Ausztria, no-go zónás, balkán népekkel van tele. Afrikaiak előzölötték Európát. Mi lesz velük? Apanyi szavai jutnak eszembe, fontos, nem tudom őt idézni, de védő beszédében, amikor nem hallgatták meg, azt mondtak keservesen és kínjában, hogy uraim, önök megásták Magyarország sírját. De tudják mit? Majd mi állunk ott a mellett a sír mellett, amiben önök kerülnek. Mi magyarok a sír mellett fogunk állni. Nem lesz jó ez az öröm, mert akkor Európa elveszett. Elvesztek a történelmi nemzeti államok, amely felé vészesen, nagy sebességgel halad Európa. Elveszítjük a kereszténységet, ami mindig reményt adott. Mert kedves szarvasi, a kedves emlékezők, sose felejtsük. Vannak olyan bűnök, amelyek nem megbocsájthatók. A magyarsággal szemben bűnkövettek el, és elmondtam már többször, hogy sose. 103 év kevés volt arra, hogy a világ és Európa bocsánatot kérjen nemzettől, amit magyarnak hívnak. Olyan vétket követtek el ellenünk, amit soha nem lehet megbocsájtani. És emlékezzünk, és emlékezzünk, és adjuk át gyermekeinknek. És jár nekünk a béke öröme,
az összetartozás öröme és ünnepe. Ma nem csak emlékezünk, hanem határól kívülre kett honfitársaink, vagy a világ bármely részén, akik magyarnak érzik magukat, és magyarnak vallják magukat, hozzánk tartoznak. Mondja a költő zeneszerző, hogy egy vérből valók vagyunk. Igen, szétszórtan, de egy vérből valók vagyunk. És ez nekünk fontos, hogy összetartozunk. A nemzeti összetartozás érzését is ki akarták belőlük ölni. Mit mondtak, mikor a kettős állampolgárságot elfogadtuk? Hogy derülnek az románok, meg nem tudom kicsodák. Nem. Azok a megmaradt magyarok kérik a segítségünket, és bíznak bennünk anyaországban, akikhez mindig is tartoztak, mert ők magyarok. Segítenünk kell őket hitükben, gazdaságukban, oktatásukban, mert ez kötelességünk. Még ha sokba is kerül, de gondoskodnunk kell róluk, mert mi összetartozunk. És az összetartozás érzés az minden normális emberben boldogságot, szeretet vált ki, mert mi összetartozunk. Van kihez tartoznunk. Mi magyarok. Egymáshoz tartozunk. Adja jó Isten, sokáig így legyen. Ezt az érzést megünnepelhessük sokszor, ha átlépjük a mostani határokat, és dobogjon szívünkbe az a szeretet, amelyet megérdemelnek a határon túliak. Aggódjunk Kárpátaljáért, és tegyünk meg mindent a háború ellen. Nem csak azért, mert víziója vannak, hogy bekövetkezett egy harmadik világháború, hanem azért, mert mi békét akarunk. Mi a háborúból mindig rosszul jöttünk ki, rengeteg tapasztalatunk van, hogy nem szabad csinálni. A nagyok döntik el, hogy mi lesz. De a kicsik, ha összefognak, és ez a hétköznapra is érvényes, ha összefogunk, akkor hegyeket tudunk megmozgatni. És hajrá, Kárpát-medence! Hajrá, dunamentiek! Hajrá, józan Európa! Mert nekünk van jövőnk. Mert mi kicsit konzervatívak vagyunk, tudunk szeretni, és imádjuk a békét, és számunkra továbbra is fontos a nemzet, a haza, a család, a kereszténység, és minden más. A mi kultúránk. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, kedves emlékezők! Bocsássák meg, hogy gondoltam, hogy letámadtam önöket, de úgy gondolom, hogy kell azért néha gondolkodnunk. Nem csak a már, múlton sem árt, de a legfontosabb a jövő. Úgyhogy gondoljuk együtt a jövőnket. A Jóisten áldja meg kedves mindannyiukat, és köszönöm, hogy eljöttek. Köszöntöm önöket Szarvasváros képviselőtestete és Dankó Béla országosi képviselő nevében is. Hálás vagyok önöknek, hogy eljöttek. Emlékezni itt, a történelmi Magyarország, a Nagy Magyarország, a Kárpát-medence mértani közepén, itt a Szélmalomnál. Fújjanak sokáig a szerek. Nincsen árvább nemzet sehol, a tépet magyarnál. Nincsen keservesebb sóhaj, a magyar sóhajnál. Sír az erdő, sír a róla, sír a gerle madár. Sír a kolomb a déli vár, sír az egész határ, szegény magyar határ. Magyar sóhaj, magyar bánat, örökké nem tarthat. Van még hite, ereje a magyar szívnek, karnak. Lesz még húsvét, feltámadás, lesz még boldog élet. Édes hazám, magyar hazám, visszaszerzünk téged. Nem lesz párod néked. Lesz még húsvét, feltámadás, lesz még boldog élet. Édes hazám, magyar hazám, visszaszerzünk téged. Nem lesz párod néked.
hátukban megfújták a trombitát. Minden anya haza várja a fiát, csak engemet nem vár haza az édesanyám. Kárpátokban lesz az örökös hazám. Édesanyám, ha föl akarsz keresni, Kárpátoknak egy aljára gyere ki, megtalálod síromat a kőszikla alatt. Édesanyám, kísírhatod magadat, megtalálod síromat a kőszikla alatt. Édesanyám, kísírhatod magadat. Mikor megyek Galícia felé, még a fák is sírnak, rezgő nyárfa hullatja levelét, az is engem sírat. Siras, siras, rezgő nyárfa, borulj rá a babám vállára. Súg meg néki bele a fülébe, hogy fáj, fáj, fáj a szívem, érted, babám? Fáj, fáj, fáj a szívem, érted? Édesanyám, legszebb rózsafája, én vagyok az ága. Én vagyok az első Ferenc József vitéz katonája. 120 éves nyomja a vállam, szívemet a fekete bánat. Itt kell hagynom a jó édesanyám, fáj, fáj, fáj a szívem, érted anyám? Fáj, fáj, fáj a szívem, érted? 120 éves nyomja a vállam, szívemet a fekete bánat. Itt kell hagynom a jó édesanyám, fáj, fáj, fáj a szívem, érted anyám? Fáj, fáj, fáj a szívem, érted? Már mi nálunk soroznak, nem sokára be is rukkolnak. Kislány mondja az anyjának, viszik a babám katonának. Ki kíséri a vasútra, ráborul a szeretője vállára. Ne sírj, édes Katinkám, tiéd leszek három év után. Akkor szép a magyar lány, mikor koszorú van a haján. Úgy megyen a templomba, ráborul az úr a szalára. Csatosima könyv van a kezében, 47-es bakajár az eszében. Páros csillag az égen, ragyog a gyönyörű szemében. Csatosima könyv van a kezében, 47-es bakajár az eszében. Páros csillag az égen, ragyog a gyönyörű szemében. Szagos a rozmarin, szagos a rozmarin, földre hajlik az ága. Gyere kis angyalom, üljünk az árnyékába. Nem ülök, nem ülök, rozmarin árnyékába, galambom, gyűrött lesz a ruhám, a fehér alsó szoknyámhoz megver az édes anyám. Haragszik a babám, haragszik a babám, mikor ma sírózik. Minden kocsma előtt nagyot káromkodik. Verje meg az Isten azt az anyát, azt az édesanyát, aki katonának, s nem egy barna lánynak neveli a fiát. Verje meg az Isten azt az anyát, azt az édesanyát, aki katonának, s nem egy barna lánynak neveli a fiát. Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. Tisztelt emlékező honfitársaim, szokásommal ellentétben egy rövid köszöntővel volt időm készülni, mert úgy alakultak a mai megemlékezés dolgai. De ezzel együtt a szívem mondhatni zengő hegedű, és szárnyal a lelkem az örömtől és a meghatottságtól, mert egy olyan helyről érkeztem az előző percekben sok emlékező honfitársammal együtt, amely nem más, mint a mi ótemplomunk, mint egy 3 évszázados tömbje. A patinás falak között ma délután, tisztelt emlékezők, csoda történt. Megérkezett hozzánk Szekszárdról a Babóti Varga Jenő dalénekes, daltulajdonos és zseniális zeneszerző által vezérelt csobogó együttes, hogy idézzem Horváth Z. Olivér nagy tiszteletű gondolatait, hogy dalaikkal minden határ felett és minden trianoni határt áttörve szárnyaljanak verseikkel a Kárpát-medence és a világ magyarságának lelkében. És ez a csoda megtörtént, hiszen a csobogó hozott nekünk Adit, hozott nekünk Baka Istvánt, Csukás István legszebb verseit, hadd ne soroljam tovább, és a Petőfi év apropóján elhozta a Petőfi év számukra hivatalos klipjének káprázatos feldolgozását, a falu végén kúrta kocsmát, mert ez volt a jótékonysági koncert címadó dala. Igen, ez egy jótékonysági koncert volt, tisztelt emlékezők, de nem akármilyen. Mert kárpátaljai magyar véreink, beregszászi magyar színész testvéreink javára történt az adakozás, és én most hadd köszönjem meg minden szarvasi polgártársunknak, aki ennek az iszonyú őrületnek, ennek a háborús tragédia sorozatnak az első percétől kezdve akár egyetlen egy forintot, akár egyetlen egy darab vajat, akár egy kabátot, vagy bármi mást tudott adományozni Kárpátalja szenvedő maradék magyarsága számára. Hogy miért mondom ezt, hogy maradék magyarsága? 2 héttel ezelőtt olvastam egy esszét arról, mondhatnám, hogy egy szakszerű tanulmányt, miszerint 70 ezer maradék magyar élt állítólag a Covid-járvány előtti utolsó békeévben, Kárpátalján. Aztán jött a Covid, és jött a háborús őrület, és bármilyen tragikus, de ki kell mondanunk, hogy a maradék kárpátaljai magyarságnak már a fele sem él szülőföldjén. Nem él azon a szülőföldön, amely a magyar hon ezredéves történetében talán a Trianonban elszakított, elrabolt országrészek közül már Trianonig is a legtöbbet szenvedte, mert szenvedte. Nagyon ritkán jutott nekik ünnepnapokból. És aztán jött Trianon gyalázata. És akkor a trianoni rablók egyikéhez, az akkori csehszlovák államhoz került a ma már Kárpátaljának nevezett terület. És a végzett ajándékaképpen 1938-tól, ha rövid időre is, 44 őszőig a magyar világ egy része visszatérhetett Kárpátaljára.
Újra magyar zászló lobogott a középületeken, 39. március 15-én az addig még vissza nem tért kárpátaljai területekre is bevonult a magyar honvédség. Őket megünnepelték, de ez nem ment könnyen, mert már 38-tól 39-ig is sok magyar áldozta ezért életét. Nem csak katonák, civilek is. Nem sokkal vagyunk a Hősök napja után, ezért én most gondolatban kegyelettel meghajtom fejem mindazon szarvasi hősök emléke előtt, akik a második világégés poklában és már az azt megelőző hónapokban is a magyar föld szabadságáért Kárpátalján, Verecke környékén, vagy későbbiekben a 44-es harcokban az Árpád vonalban adták életüket. Legyen áldott az emlékük. És már a háború alatt, közvetlenül pontosabban a háború kitörése előtt, szarvas népe megmutatta, hogy milyen jótékony tud lenni a kárpátaljai egyszerű emberek irányában. 1939-ben Livistje falut testvérközségünké fogadtuk hivatalosan, mert akkor élt és virágzott a magyar testvérfalu mozgalom. És a háború után a jóisten a gondviselés kegyelméből Livistjével csoda történt. 1945-ben nem kaparintotta meg az újabb megszálló hatalom, nem került Livistje népe a szovjet-orosz medve karmai közé. Ma is, hál' Istennek, békében élnek Szlovákiában, a Kassai kerület Szobránci járásában. Hogy miért idéztem meg? Mert ma már tudjuk, különösen így ennek a háborús őrületnek a tükrében, hogy szegény kárpátaljai magyar véreink elei, ősei mennyivel jobban jártak volna, hogy a háború végén, ha nem is maradhatnak Magyarország kebelén belül, de visszatérnek Csehszlovákiához. Nem így történt, mint ismerjük a krónikákból. Szarvas és Beregszász kapcsolata nagyon sokrétű. Hosszú-hosszú évtizedekre, de ha úgy tetszik, egy évszázadra is visszapillant. Hiszen már 1929 nyarán minden idők egyik legnagyobb magyar primadonnája, operett primadonnája, a beregszászi születésű Fedák Sári itt tündökölt a korabeli magyar nyári színkörünk színpadán, mint a magyar színház dívája. Aztán jött az a 39-es említett adományozó időszak. A rendszerváltás környékén már az azt megelőző két évben is pedig emlékezhetnek rá a fiatalabbak is, középkorúak, hogy megjelentek, hál' Istennek nálunk nem mentek tovább, azok a nagyszerű művészek Kárpátaljáról, akik úgy gondolták, hogy nem bírják tovább a regnáló hatalom elnyomását szülőföldjükön, és inkább ide jöttek jó néhányan szarvasra művésztanárnak. Aztán meg kell említenem azt is, hogy a mai Gál Ferenc Egyetem pedagógiai kara és összes jogelődje elévülhetetlen érdemeket szerzett a Szarvas-Beregszász felsőoktatási kapcsolatok képítésében. És ezek mind a mai napig élnek, és remélem, hogy virágozni fognak az idők végeztéig. És a legeslegújabb aktualitás az itt van belünk, mint egy nagyszerű össznépnemzeti ajándék, de ajándék a 300. születésnapját ünneplő szarvas közösségének, hiszen olyan képzőművészeti tárlat, mint a mostani
Munkácsi tárlat még nem volt Szarvason. És a világ egyik legnagyobb festője, mint az köztudott, Munkácson született. És Munkácson született a mai modern világ egyik legnagyobb mecénása, Pák Imre úr, aki írt és mond 72 gyönyörűséges munkácsi alkotást kölcsönzött a Tesedik Sámuel Múzeumnak egy őt támogató alapítvány segítségével. De ha már Pák Imre nevét említem, ő az a Pák Imre, aki a rendszerváltást után elhatározta, hogy szülővárosában a Munkácsi vár fokára visszaállítja a magyarság szent totemállatának, a turulnak a szobrát. És a háborús őrület idejéig ez a turulmadár ott szárnyalhatott Zrínyi Ilona vára fölött. De a hallatlan aljasság és semmi máshoz nem mérthető gonoszság és magyar ellenesség a magyarság szent totemállatát eltüntette a Munkácsi vár fokáról. De bízunk benne a gondviselés jóságában, hogy ez a turul még visszaszállhat így vagy úgy a Munkácsi vár fokára, és ellenzői akarják vagy nem, de ott fog szárnyalni, és ott fog tündökölni. És ha nem, akkor is ott fog szárnyalni, mint ahogy ott tündököl a vereckei hágón a sokszor megrongált honfoglalási emlékmű is. És igenis, ott fog állni az idők végezték, mint ahogy az idők végezték, a magyarság is meg fog maradni a Kárpát-medence ölelésében és a nagyvilágban is. Akár akarják, akár nem. Hogy miért vagyok ebben biztos? Tegnap kedves barátommal, Závoda Ferenccel Végváron jártunk. A szó legnemesebb értelmében a magyar megmaradásnak egy olyan szigetén, a Temesközben, a régi egységes temesi bánság román oldalán, amely magyar hitét, élni akarását, annak közössége, óvodája, iskolája révén mind a mai napig fenntartotta és ápolja. És tegnap szinte megrendült lélekkel állhattunk meg ennek a kicsiny Végvár falunak a ma is létező főterecskéjének a közepén, amely főteret közadakozásból 1894-ben építettek ki Kossuth Lajos tiszteletére és az ő iránti hálából. És ezen az emlékművön szent magyar hősök népsora olvasható. Többek között az a 1848-as végvári nemzetőr és végvári honvéd neve, akik életüket adták Kossuth zászlaja alatt a magyar hon szabadságáért. És ott ebben a faluban tegnap az összetartásnak, a testvériségnek egy nagyon nemes gesztusú, mondhatni, hogy nagy családi ízű rendezvényén, szó szerint a Kárpát-medencének, kis Magyarországnak számtalan versenyző csapatát üdvözölhettük. És legnagyobb örömünkre megjelent ott a legdélibb magyar település Székelykeve csapata is. És megdobbant a szívünk. Mert Székelykeve ezelőtt 4 esztendőben elhatározta Székelykeve magyarsága, hogy ők ott az Aldunánál szinte szembe a híres és legendás Szendrő várának romjaival Petőfi szobrot állítanak.
és megtették. És Székelykevének ez volt, és mindmáig ez az egyetlen köztéri magyar szobra, ez a Petőfi. Akkor 19-ben, július 31-éhez közel jártunk ott Székelykevén. És tegnap is eszembe jutott, hogy lám-lám eljött a Petőfi emlékév, és ez a szobor áll és hirdeti a magyar költészet és a magyar szabadság halhatatlanságát. Polgármester úr megkérdezte beszédében, idézve bizonyos elemeknek a véleményét, hogy minek és mi végre a nemzet. Hát a nemzet mi végre? Azért, hogy olyan élményekben lehessen részünk, olyan csodákban, mint ma délután volt az Ótemplom falai között. Hogy a magyar irodalom gyöngyszemei szárnyaljanak a lelkekben, tűzre gyújtsák, ne csak a mostani felnőttek, de az utánunk jövő nemzedékek, gyerekeink és unokáink lelkét is jó értelemben, hírrel hirdetve, hogy elpusztíthatatlan az a nép, amely megőrzi ősei hagyományát, ősei nyelvét, ősei kultúráját, zenéjét és költészetét. Ezt a két csodálatos helyet és két élményemet szerettem volna önökkel megosztani, és visszatérve a mai jótékonysági koncertre, ha valamikor, akkor most ezen a koncerten, és ezekben a napokban is, még hatványozottabban igaz Szabó Dezső örökbecsű bölcsessége, miszerint minden magyar felelős, minden magyarért. Köszönöm, hogy meghallgattak. A Történelmi Egyházak szolgálata következik. Dr. Kis Imre, római katolikus plébános és esperes, Lázár Zsolt, esperes és az Ótemplomi Evangélikus Egyház lelkésze. Mondják el imáit, mi pedig elcsitult lélekkel, elszorult szívvel hallgassuk meg őket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Ővé legyen a hálaadás, a dicséret és a dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége, kitől rettegjek? Ha gonoszok jönnek ellenem, hogy testemet egyék, szorongatóim és elleneim, ők botlanak meg és hullanak el. Ha tábor fog körül, nem fél szívem. Habár hadd támad reám, mégis ő benne bízom én, mert egyedül beléd vethetjük reménységünket. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége, kitől rettegjek? A bibliai Sirák fia így imádkozik. Könyörülj rajtunk, mindenség Istene! Tekints le ránk, és mutasd meg nekünk irgalmad világosságát. Add, hogy félve tiszteljenek azok a nemzetek is, amelyek nem keresnek téged. Hallgasd meg könyörgésünket, hiszen szereted népedet. Vezess minket az igazság útján, hadd tudja meg a föld minden lakója, hogy te vagy az örökké való Isten. Mi is ezen a napon, a nemzeti összetartozás napján hozzád fordulunk, Istenünk. Te vagy a történelem Istene. Te őriztél meg bennünket, népünket, nemzetünket a honfoglalás óta a mai napig. Hozzád folyamodott államalapító Szent István királyunk, és az evangéliumra alapozta országunkat és hazánkat.
Hálát adunk, Urunk, hogy a történelem viharában megőriztél bennünket. Hálát adunk a kereszténységért, amelyet őseink választottak, megőriztek, és mint drága kincset továbbadtak nemzedékeken át. Hálát adunk a küldetésért, amit ránk bíztál, hogy a magyar elme annyi tudományos, kulturális kincsel, föltalálásokkal gazdagította nem csak Európát, hanem az egész világot. Köszönjük, hogy a megaláztatások alatt nem törtünk össze, hanem mindig tudtunk fölállni a te kegyelmeddel. Köszönjük nagyjainkat, a felelős vezetőket, mint Klebersberg Kuno kultuszminisztert, Gladfelder Gyula csanádi püspököt, akik mertek álmodni és tudtak előre tekinteni. Tudtak utat mutatni, hogy a kultúrába, az oktatásba, nevelésbe és tanulásba fektessük energiáinkat, akik hittek benned és hittek az emberekben lévő jóban. Köszönjük, Urunk, hogy ma itt lehetünk, hogy van küldetésünk, van reményünk, és tőled erőnk is. Kérünk népünk vezetőiért, egyházainkért, az egész nemzetért. Segíts, hogy összetartó, egységet kereső és építő nemzet legyünk. Olyan emberek, akik a különbözőségben nem akadályokat látnak, hanem lehetőségeket. Akikben kölcsönös tisztelet van és az együttműködést keresik. Akik a többi népet is tisztelik és a béke megőrzésén munkálkodnak. Áld meg, Urunk, Európát, az európai népeket. Segíts bennünket, hogy az unió alapító atyáinak szellemét és gondolatát ne felejtsük. Segíts, hogy a gazdasági érdekek ne nyomják el a spirituális értékeket, a személy, a közösség, a sokféleségben megvalósuló egység értékét. Istenünk, te minden ember atya vagy, és azt akarod, hogy az emberek testvériségben és békében éljenek. Így fordulunk most hozzád, azzal az imádsággal, amit Jézus tanított nekünk. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És most fogadjátok az Úr áldását. Áldjon meg benneteket a mennyei atya, és őrizzen meg a keresztény hitben, amelynek Szent István király apostola volt népe körében. Jézus Krisztus, a mennyei atya szeretett fia, adja meg családjaitoknak, hogy szívesen fogadják, és gondosan neveljék a gyermekeket, a boldog jövő zálogát. A Szent Lélek egyesítő ereje segítse nemzetünket, hogy egymással és minden néppel békében éljünk, és az emberiség jólétén velük együtt munkálkodjunk. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. És most a koszorúzás percei következnek, mellyel adózunk régi fájdalmunknak. Thank you.
Élned, élned, hallod.